kárenyhítések kifizetése. Május 15-ig adhatták be a gazdálkodók az egységes agrártámogatási kérelmeiket. Idén 41 jogcímen igényelhettek területalapú és közvetlen támogatást a termelők. Könnyebb a civil szervezeteknek, nyilvántartásba vételük és a változás bejegyzési eljárásuk is egyszerűbbek lettek, így pénzt és időt takaríthatnak meg a civilek. Tudományos konferencia. Erdély és az erdélyi értelmiségiek sokat adtak és adnak a magyar történelemtudománynak, hangzott el a Magyar Történelmi Társulat megyei csoportjának rendezvényén. Május 15-ig adhatták be a gazdálkodók az egységes agrártámogatási kérelmeiket. Idén 41 jogcímen igényelhettek területalapú és közvetlen támogatást a termelők. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kárenyhítéssel kapcsolatos támogatásokat már folyósították. A kifizetésekkel csak azoknak lehet gondjuk, akiknek hozamkiesése nem haladta meg a 20%-ot. Így néztek ki a házak és a szántóföldek a 2016 júniusi jégeső után, amely leginkább a Szatmári térségben pusztított. A felmérések szerint a megyében 112 települést érintettek a vihar és jégkárok. Az adatok szerint a határidőig 996 gazdálkodó élt a kárbejelentés lehetőségével, összesen 14.334 hektárra. Az agrárkárenyhítési rendszerben résztvevő gazdálkodóknak 15 napon belül kellett bejelenteniük káraikat, majd benyújtani kárenyhítési kérelmeiket. A kárenyhítési alapban 2017 elején 24 milliárd forint volt, amely elegendő a kifizetésekre. Akinek a bizonyos önrészvállalása ez a 20%-ot meghaladta, azok az én információim szerint mindenki meg is kapta, úgyhogy akik várnak, esetleg csalódás érheti, hogyha valamire várnak, mert azoknak a hozamkiesésük nem érhette el azt a bizonyos százalékot, vagy nem tudom, milyen más probléma kerülhetett abba, hogy esetleg eddig nem kapta meg. A megyei agrárkamara elnöke a területalapú támogatások kapcsán kitért arra is, a támogatást 41 jogcímen országosan 179 ezer, a megyében pedig 22 ezer gazdálkodó igényelhette. Több jogcímen elmaradtak a kifizetések, ezek egy részét azonban hamarosan megkaphatják a gazdák. Az AKG kifizetéssel kapcsolatosan az én információim szerint mindazok megkapták a második részét is ennek a kifizetésnek, akik problémamentesek voltak, akikkel problémák voltak és egyeztetéseket folytattak le. Ezeknek a véglegesítése, ha megtörtént, akkor rövid időn belül ki fogják fizetni. Ha a további egyeztetésekre van, nincs lezárva az ügyük, akkor pedig a további egyeztetés elhúzhatja még ezt az időszakot. Kevés olyan gazdálkodó van, akiknek ez a problémás esete áll fent, hogy még valamilyen egyeztetések miatt nem kaphatta meg. A kérelmek beadási határideje már lejárt, szankció ellenében ezeket azonban június 9-ig még lehet módosítani. A támogatás mértéke tavaly óta nem változott. Egy hektárra átlagosan 70 ezer forintnyi segítséget kaphatnak a gazdálkodók. Növekvő támogatások, csökkenő adminisztráció. Ezek a civil szervezeteket érintő legfontosabb változások, mondta az Egyházi Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Fehér Gyarmaton. Fülöp Attila egy a civil szervezeteknek szóló információs partnerségi napon arról tájékoztatta az érdeklődőket, a szervezetek nyilvántartásba vétele és a változás bejegyzési eljárások is egyszerűbbek lettek, így pénzt és időt takaríthatnak meg a civilek. Hazánkban mintegy 60 ezer bejegyzett civil szervezet van, ezeknek körülbelül a fele tevékenykedik aktívan, elsődlegesen őket igyekszik segíteni a kormányzat, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil információs centrum szervezésében létrejött információs partnerségi napon az Egyházi Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. A kormányzat, amiben tud segíteni, az két irányú, az egyik az anyagi segítség. Itt egy számot hadd mondjak csak, 2010-ben
az állami támogatás, ami civil szervezetekhez, tehát egyesületekhez, alapítványokhoz érkezett, az összesen 144 milliárd forint volt. Ez 5 év alatt 2015-re 202 milliárd forintra nőtt, tehát 40%-kal nőtt a civil szervezeteknek adott támogatás, tehát a kormányzat kifejezetten támogatja, és egyre nagyobb mértékben a civil szervezeteket. A másik legalább ilyen fontos, hogy a működési környezetük, tehát hogyha valaki alapít egy szervezetet, valamilyen változásbejegyzést szeretne, akkor ez 2017. január 1-től, illetve március 17-től nagy mértékben változott, egyszerűsödött, mert hogy reményeink szerint ezzel tudunk segíteni abban, hogy mindenki arra koncentráljon, amiért létrehozta a civil szervezetet. A rendezvényen részt vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke is. Sesták Oszkár kiemelte, a határon átnyúló civil kapcsolatok erősítése is fontos célkitűzés. Ebben pedig aztán a mi támogatásunkra, vagy a mi segítségünkre, mint a megyei önkormányzatéra is bizton lehet számítani, monitoring bizottsági szereplőként a magyar szlovákba, a magyar románba, illetve a ENI programozás révén a Kárpátalja Ukrajna felé menő programozásban is részt veszünk. Azt talán fontos információ, és nem biztos, hogy még mindenkinek tudott információ, hogy magyar-román infópont működni fog a megyeházán. Többek között a Magyar-Román Információs Pont szakemberei és a Civil Információs Centrum munkatársai rendezvényei segítik a civilek mindennapjait. Számunkra nagyon fontos, hogy minden civil szervezethez eljutassuk az információnkat. Mi arra törekszünk, hogy mind a megye minden pontján, akár közfoglalkoztatotti program keretében, akár a Nemzeti Együttműködési Alap tanácsadói napja, akár a jogi tanácsadás területén levigyük az információt, mert azt gondolom, hogy az információ az érték. Az olyan érték, amire a helyi szervezetek tudnak építeni, nekünk ez a feladatunk, nekünk ez a kötelezettségünk, hogy ezt végezzük. A rendezvényen Tilki Attila országgyűlési képviselő kiemelte, igen ritka az önszerveződés, ám ha létrejött egy jó szervezet, annak működését segíteni kell. Az információs partnerségi napon hangsúlyozták, a legtöbb szervezet pályázati támogatásokból és adófelajánlásokból működik, ezért aki csak teheti, a bevallás elkészítésekor ajánlja fel adójának 1%-át. Már több mint 1.300.000-en töltötték ki a nemzeti konzultációs éveket, jelentette be Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár nyíregyházi tájékoztatóján. A politikus szerint a legfontosabb most az illegális migráció kérdése, amely Európa jövőjét veszélyezteti. Ezért fontos, hogy minél többen kinyilvánítsák véleményüket a témában, tette hozzá az államtitkár. Most tulajdonképpen arról szól ez a konzultáció, hogy bizonyos kérdésekben ki akarjuk engedni a kezünkből a döntést, vagy pedig saját magunk akarunk-e dönteni a sorsunkról. Ebben a kérdéskörben legfontosabb kérdés talán az, hogy akarjuk-e azt, hogy mások döntsék el azt, hogy kik éljenek velünk együtt ebben az országban, az ország határainkon belül. Tehát idegen kultúrából jövő emberek mindenfajta ellenőrzés, kontroll nélkül jöjjenek be, valamilyen brüsszeli bürokrata által kitalált módon és mennyiségben. Komoly agályai vannak az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szövetségének a közelmúltban született pályázati források elbírálásával kapcsolatban, hangzott el a párt keddi sajtótájékoztatóján. Máté Antal, a baloldali önkormányzatok közösségének megyei elnöke elmondta, nem szakmai, hanem politikai döntések születtek a megyében megítélt források esetében. Az eddig közzétett eredményekből látható, hogy a térség nagyobb települései kevesebb számú és kisebb összegű pályázatokat nyertek, mint a kisebb települések. Ezt a döntést nem tudjuk elfogadni, ezért kértük a döntésért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát, hogy vizsgálja felül az eljárásrendet és a meghozott döntést, annak érdekében, hogy a szakmai hibák kiküszöbölhetők legyenek. Amennyiben ez nem történik meg, akkor természetesen a térségben élők fejlődése és a térség fejlődése érdekében, ha kell, akkor először a minisztériumhoz, ha ez nincs eredmény, akkor adott esetben az Európai Unióhoz is fordulni fogunk annak érdekében, hogy ezeket a hibákat javítsák ki. Jobban szerepel majd a jövő évi országgyűlési választásokon a demokratikus koalíció, mint 2014-ben, jelentette ki az ellenzéki párt elnöke egy keddi lakossági fórumon Nyíregyházán. Gyurcsány Ferenc elmondta, a győzelem érdekében a baloldal egyetlen közös jelöltet fog állítani a Fidesszel szemben, annak érdekében, hogy 2018-ban megvalósuljon a valódi kormányváltás.
A politikus szerint egyfajta polgári európai új honfoglalás szükséges, és a DK lesz ennek a honfoglalásnak az egyik fontos, megkerülhetetlen szereplője. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy lesz együttműködés. Az MSZP, a Demokratikus Koalíció, a saját pártunk és legalább az együtt között. Azt is gondolom, hogy az utolsó eredményünkhöz képest egy 7-8-10%-a jobban fogunk szerepelni, és ezzel nagyjából egálban leszünk a Fidesz-szel, szoros versenyre számítok. Önálló pártlistákra nem kell kompromisszumot kötni, a választónak sem, meg a politikusoknak sem, de mindenhol, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, mind a 6 választókerületben egyetlen egy jelöltet fogunk indítani. Erdély és az erdélyi értelmiségiek sokat adtak és adnak a magyar történelemtudománynak. Hangzott el a Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportjának nyíregyházi konferenciáján. Az MTT 150. születésnapját ünneplő rendezvénynek a Megyeháza díszterme adott otthont. A Magyar Történelmi Társulat 1867-es megalakulása tekinthető a professzionális történetírás kezdetének Magyarországon. A társulat a történetírókat, a történelemtanárokat és a történelem iránt érdeklődőket fogja össze. Szintén 1867-ben alapították meg a máig létező Századok című folyóiratot, valamint az MTT nevéhez kötődik az országos levéltár újraszervezése és megnyitása is. A 150 éves születésnapot ünneplő rendezvénynek a Megyeháza Besenyei terme adott otthont. A Magyar Történelmi Társulat idősebb, mint a Megyeháza mostani épülete. Már csak ezért is érdemes volt a Megyeházára szervezni ezt a tudományos konferenciát. Nagyon nagy jelentőségülésről van szó, hiszen a 150 éves Magyar Történelmi Társulat hozzájárult a magyar múlt, a magyar identitás megerősítéséhez, fejlesztéséhez, és valóban ezzel tudunk biztos jövőt adni, hogyha ismerjük a múltunkat minél teljesebben. A szerdai konferencia a Korok és életek, értékek és társadalmi szerepek Erdélyben címet kapta. A mai konferencia azért fókuszál Erdélyre, erdélyi értékekre és szerepekre, mert a Magyar Történelmi Társulat első elnöke, Gróf Mikó Imre, erdélyi származású volt. Én azt gondolom, hogy Gróf Mikó Imre nagyon hiteles elnöke tudott lenni a Magyar Történelmi Társulatnak, hiszen ő maga már az 1867-es kiegyezést megelőzően is végzett nagyon komoly forrásközlő munkálatokat. A Magyar Történelmi Társulat első elnökének életét Egyed Ákos akadémikus ismertette a jelenlévőkkel. Ő a kiegyezés korának egyik közismert személyisége volt, nem csak a közéletben, hanem a tudományos életben is, hiszen a Magyar Akadémia tagja volt 1858-tól, és így választották a társulat elnökévé is. Ez a társulat azt tűzte ki céljául, hogy a történelmi kutatást egy magasabb színvonalra emelje, mint amit addig elért. A Magyar Történelmi Társulat megyei csoportjának következő rendezvénye november elején a Magyar Tudomány Napjához kötődik majd. Ráfutásos négyes karambol történt szerda délelőtt Nyíregyháza és Nagykálló között Nyírjes Tanya külterületén. 3 jármű forgalmi okokból már állt az úton, amikor a negyedik autó hátulról nekik csapódott. A nagy erejű ütközésnek köszönhetően a helyszínről 3 sérültet vittek kórházba. 2 autó totál káros lett, de a másik 2-ben is jelentős az anyagi kár. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Kicsiket és nagyokat egyaránt vártak az Európa Napra szerdán Nyíregyházán. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, az Európai Parlament tájékoztatási irodája és a Europe Direct tájékoztató hálózat országszerte színes programokkal és nyereményjátékokkal várta a családokat. Az ingyenes rendezvényen a szakemberek tájékoztatást adtak az EU-val kapcsolatos kérdésekről, egyebek mellett oktatásról, munkavállalásról, utazásról és az unió céljairól.
Maga az Európa Nap történeti háttere Robert Schuman francia külügyminiszter nyilatkozatával kezdődik. Ezzel indult el, illetve ezzel született meg maga az Európai Unió. A Europe Direct tájékoztató központ az EU tevékenységeivel kapcsolatos főbb információkról tájékoztatja a lakosságot és az érdeklődőket, mint például idei évben van a Erasmus 30. évfordulója. EU Totó kvízjátékunk is van, amelyet kitöltők között egy kétszemélyes Máltai utazást fogunk kisorsolni. Török Bálinton szerezheti vissza pályaelőnyét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B 5.-8. helyéért vívott párharc első meccsén hazai pályán 67-61-es vereséget szenvedtek az MTK Török Bálint csapatától. A második meccset pénteken játsszák Török Bálinton, és amennyiben a vendégek győznek, a harmadik találkozó jövő kedden lesz Nyíregyházán. A két csapat április 24-én találkozott a párharc első meccsén, amelyen 6 pontos győzelmet arattak a vendégek. A két meccs között szokatlanul hosszú idő, 3,5 hét van, köszönhetően annak, hogy mindkét csapat játékosainak volt kötelezettsége az utánpótlás országos döntőkben. A nyíregyházi fiatalok a debreceni junior döntőben szerezték meg a bajnoki címet, az MTK Török Bálint fiataljai pedig az U20-as döntőben szerepeltek. A kék cápák kosarasai igyekeztek kihasználni a szünetet, ami a bajnokság vége felé nem is jött rosszul a játékosok számára. Kicsit tudtak pihenni a játékosok, ugye hosszú volt a szezon, kicsit fejbe, illetve fizikálisan kicsit könnyített edzések voltak, de 2 hete azért már elkezdtünk rendesen edzeni, és próbálunk felkészülni a pénteki mérkőzésre. Remélem sikerül. A nyíregyházi szakmai stáb szerint az első meccsen a szezon leggyengébb játékát nyújtotta a csapat, amennyit csak jobbat mutathatnak Török Bálinton. Ez a véleménye az együttes irányítójának, Busz Ivánnak is. Jobb csapatnak tartom magunkat a Török Bálintnál, emiatt szeretnénk javítani, és úgy gondolom, igen, ezt a majdnem három hetet hasznosan töltöttük. Nagyon sokat gyakoroltunk egymás között egész pályán is, játékos edzések voltak, jó hangulatban telt, és szeretnénk visszavágni, hogy aztán kedden a harmadik meccsen eldönthessük ezt a párharcot. Az MTK Török Bálint Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik, a harmadik összecsapásnak pedig, amennyiben szükség lesz rá, kedden 18 órától a Continental Arena ad otthont. Egészséges és teljes intenzitással végzi az edzéseket Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló már túl van idei első versenyén is. A Békés Csabai országos bajnokságon a 20 kilométeres távon 8. aranyérmét szerezte meg Pokrovenszky József tanítványa. Helebrant a nyári londoni világbajnokságon 50 kilométeren áll majd rajthoz. Betegségekkel, sérülésekkel terhelt heteket tudhat maga mögött Helebrant Máté. A kétszeres olimpikon gyalogló sokáig akillesin sérüléssel bajlódott, míg aztán kiderült, hogy egy begyulladt fog okozta a problémát. Azóta panaszmentes az atléta, aki egy hosszabb edzőtáborozást követően állt rajthoz idei első versenyén a Békés Csabai országos bajnokságon. A 20 kilométeren idehaza egyed uralkodónak számító gyalogló a papírformát érvényesítve 1 óra 23 perc 11 másodperces idővel végzett az élen. Általában mindig papírforma számomra, viszont idén, hogy nagyon sokat voltam sérült, nem voltam olyan jó formában, mint máskor, ezért kicsit még izgultam is, mivel van egy-két fiatalabb, nagyon tehetséges gyalogló, akik nagyon jönnek fel, és idén február, illetve márciusban nagyon jó időket gyalogoltak, ezért kicsit izgultam is, hogy biztos szoros verseny lesz, de hál' Isten sikerült úgy taktikáznom, hogy már az elején szinte eldőlt a bajnoki cím sorsa, és ez már a 8. aranyérmem volt, aminek nagyon örülünk. Most, hogy már egészséges, Helebrant Máté igyekszik pótolni a sérülése miatt elvesztegetett kilométereket. A befektetett munkára szükség is van, mivel a nyári VB-n a hosszabb távon próbálja ki magát a gyalogló. Nekünk az egyik legfontosabb időszak az a téli alapozás, ezzel alapozunk meg ugye a szezont. Sajnos tényleg több száz kilométer kimaradt, tehát ezt próbáljuk most bepótolni. Nagyon sokat voltunk edzőtáborban az edzőmmel Józsibával, és még fogunk is menni a nyáron. Ugye nekünk a fő verseny az a londoni világbajnokság lesz, ott szeretnénk 50 kilométerrel indulni, ahova igazából dupláját kell edzeni, mint amit eddig edzettünk, mert ugye eddig 20 km-re készültünk, és hát ez most nagyon kemény időszak lesz, hogy be is pótoljuk az eddig kimaradt edzéseket, illetve a folyamatos készülés is nagy energia igényt fog venni.
Helebrant június elején egy Superliga versenyen áll rajthoz, majd még 2-3 rövidebb távú viadalon hangul az augusztusi világbajnokságra a nyíregyházi gyalogló. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Május 15-ig adhatták be a gazdálkodók az egységes agrártámogatási kérelmeiket. Idén 41 jogcímen igényelhettek területalapú és közvetlen támogatást a termelők. A kárenyhítéssel kapcsolatos támogatásokat már folyósították. A kifizetésekkel csak azoknak lehet gondjuk, akiknek hozamkiesése nem haladta meg a 20%-ot. Növekvő támogatások, csökkenő adminisztráció, ezek a civil szervezeteket érintő legfontosabb változások, mondta az egyházi nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Fehér Gyarmaton. A szervezetek nyilvántartásba vétele és a változásbejegyzési eljárások is egyszerűbbek lettek, így pénzt és időt takaríthatnak meg a civilek. Erdély és az erdélyi értelmiségiek sokat adtak és adnak a magyar történelem tudománynak, hangzott el a Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár Beregmegyei csoportjának nyíregyházi konferenciáján. Az MTT 150. születésnapját ünneplő rendezvénynek a Megyeháza díszterme adott otthont. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 17-én szerdán. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Marad a napos, késő tavaszi idő. Egy tőlünk északra elhelyezkedő anticiklon déli peremén száraz és meleg levegő érkezik térségünk fölé, így nyugodt, csapadékmentes időre készülhetünk. Az éjjeli órákban derült, száraz idő várható. Az északkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napok alapvetően napos, gyengén felhős időt hoznak térségünkbe, csapadékra sem kell számítani. A hétvégén, illetve a jövő hét elején ugyanakkor átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérsékletben nem lesz lényeges változás, az enyhe éjszakákat kellemesen meleg nappalok követik.